Ti az utóbbi, tehát a 80-as évek közepétől kezdve a társaddal, Moros Zoltánnal együtt rengeteg grafikát rajzoltatok a Galaktikához, persze egyéb más dolgokhoz is, és több ezek között több címoldalt is. Én úgy tudom, hogy van egy nagyon kalandos története az egyik ilyen címoldal grafikának, amit csináltatok, és hogy szeretnének megkérni, hogy ezt meséld el nekünk. Jó estét! Alapvetően én ugye vizuális típus vagyok, tehát nem a szavak embere. Picit tett közelebb. Próbálok egy kicsit majd fogalmazni. Alapvetően ez nem egy galaktika borító volt. Nem? Ez nem egy galaktika borító volt. 1985-86 tájékán kezdtünk el dolgozni a galaktikának. Összes informátoron ki van rúgva egyébként. Igen, csak mondom, hogy csak pontosított. Jó, semmi. Pontosított alatt. Holnap már nem kell jönni. Kucka Péter akkoriban szervezett egy WorldCon nevű találkozót, amire még azt hiszem még Brian Oldist és ilyen nagy ágyúkat meghívtak. És ez azt hiszem, hogy 87-88 tájékán zajlódott le, és egy 6 kötetből álló sorozatot, könyvsorozatot jelentetett meg. Ezeknek a borítóit kellett, hogy illusztráljuk, és az egyik ilyen illusztrációt levittük az öregnek, megnézte, lecsekkolta, és azt mondta, hogy még egy kicsit dolgozzunk. Ez annyira nem esett jól, mert azt hittük, hogy készült, az kész van, és zseniális, és jó. És hát a Boros Zolival, aki egyébként igazoltan van távol, hát elmentünk a közérbe. Ugye egy lakásban laktunk, a főiskolán, tanultunk, és lementünk a közérbe, hát ugye enni kellett valamit, és a melót úgy, ahogy van, lerakta így a pultra. Nyilván, hát ahogy az ember fogja a rajzat, lerakja a pultra, bemegy vásárolni. Így van. És ezek után hazamentünk, kipakoltunk a szatyorból 200 forintból. Tej megvan. 200 forintból bevásároltunk, ugye full a szatyorral, majd ezek után keressük a munkát, és Zoli hol van. Azt mondja, hogy ez hogy hol van elvesztettem. Nem mondom, jó rendben van, de hát ne kéne holnap adni a bemut az öregnek javítva. Úgyhogy egész akkor onnantól kezdve megkajáltunk, elkezdtünk dolgozni, és másnap leadtuk a melót, úgyhogy újra csináltuk az egészet. Most egy munkát, egy problémát ugyanúgy megoldani, még egyszer. Igen. Szabad kézzel. Hát igen, hát hol volt, akkor nem volt. Nem volt digitális technika. Semmi, hát 1986-87. Megcsináltuk, és reméljük, hogy jobban sikerült. Öreg mondta, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, csak nem érti, hogy ennyi idő alatt, hogy tudtuk mi ezt újra megcsinálni. Mert látta, hogy nem. Észrevette? Észrevette természetesen. Észrevette. Tehát azért kuckára sok mindent lehetett mondani, de... Azt, hogy nem figyel, azt nem. Igen. Hát ezt másképpen fogalmaznám, de... Na, fogalmaznám, nem volt hülye, tehát... Aztán mondta, hogy de rendben van, megvettem, tehát egyszer meg. Úgyhogy az valahol a Szent Mihály út környékén valaki boldog tulajdonos egy eredeti Boros X-ai, nem 86-ból. Szuper. Az utóbbi időben, nem olyan régen, kaptatok egy nagyon rangos nemzetközi elismerést. Erről egy pár szót. Hát, igen. Nem biztos, hogy mindenki tudja. Igen, tehát alapvetően is látszik, hogy öregszünk, mert jönnek a rangos elismerések. Tehát Los Angelesben osztották ki a Chesley díjat. Ez azt hiszem, hogy Robert Chesley nevéről nevezték el. Ez egy illusztrátor, egy nagyon neves amerikai illusztrátor, science fiction dolgokat illusztrált, és a halála után ezt a díjat, amit a legjobb science fiction és fantasy illusztrátoroknak osztottak ki, Chesley díjnak nevezték el, azt mondom, hogy 3 éve hívják ezt a díjat így. Különböző kategóriák vannak, és mi a legjobb játék
illusztráció kategóriában kaptuk meg ezt a díjat 2006-ra. De végül is olyan emberek mellett, mint a Donato Giancola, Todd Lockwood, tehát végül is így a fantasy és science fiction illusztrátor szakma krémje. Be lehet ezzel egy ilyen díjjal, be lehet kerülni nemzetközi vérkeringésbe? Jön egy ilyen díj után olyan felkérés, amivel mondjuk azt mondom, hogy egy amerikai lap hoz kell rajzolni? Köszönjük szépen! Alapvetően igen, mi is arra gondoltuk, hogy ez majd valamiféle lendületet ad az ilyen jellegű karrierünknek, de végül is ez egyfajta elismerés, és ez a piac ez úgy viselkedik, hogy további teljesítményt vár az embertől. Tehát nem nézik azt, hogy mi van mögötte, illetve ha valamilyen szinten is nézik, azt tudomásul veszik, de mindig a pillanatnyi teljesítményt figyelik. Tehát igazából mi még nem érezzük ennek a jótékony hatását. De ez egy rendkívüli elismerés, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon örültünk neki. Tovább nyomjuk az ipart. Mi volt az utolsó borító, amit csináltatok a Galaktikának? Hányadik számon? Hát, ha így tudod fejben, mondjuk a... Isten segíts. A 200 nem ti vagytok? Nem. Szerintem ugye 193 körül, 194 körül. De így nagyságrendben itt van ez a szám. 187. Megnézhetjük, megmutatom a közösséget. Aztán utána is. Akkor ez így néz ki. Igen, most a science fictionről annyit kell tudni, hogy az a baj, hogy manapság a fantasy, tehát végül is egy sokkal divatosabb, sok üzleti szempontból jobban menő ága az illusztrációnak. De hát mi igazából science fiction illusztrátoroknak valljuk magunkat. Tehát az, hogy most mi több fantasy-t csinálunk, ez egyszerűen csak azért van, mert... Nagyobb a piac, illetve erre van igény. Voltak ilyen elhaló próbálkozásaink különböző kiadóknál. Az egyik legnagyobb amerikai kiadó a Wizard of the Coast nevű műintézménynél. Az egyik árdirektornál próbálkoztunk, hogy esetleg nem. Tehát, hogy lehetne egy kis science fiction, és akkor ő mondta, hogy hát ez egy teljesen más biznisz, úgyhogy nem, így van. És egy határozott nemet mondtunk, úgyhogy próbálkozunk. Köszönöm szépen, köszönjük szépen! Én is köszönöm.